További tiltakozási formákat javasolt a választási feliratkozás elleni egyhetes éhségsztrájkját befejező Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke arra kérte az MSZP-t és az LMP-t, hogy közösen bojkottálják a választási eljárási törvény parlamenti vitáját. Támogatóit pedig arra buzdította, hogy petícióval tiltakozzanak, amiért a kormánypártok előzetes regisztrációhoz akarják kötni a választási részvételt. A volt miniszterelnök azt mondta, ő támogatja az Európai Egyesült Államok esetleges megalakulását. Szerinte a szorosabb európai együttműködéstől Magyarország több lesz, nem pedig kevesebb. Gyülekeznek a Demokratikus Koalíció szimpatizásai a Kossuth téren. Innen indultak ugyanis a Batthyány örökmécseshez a DK nagygyűlésére. Azért ez volt a kiinduló pont, mert a párt négy tagja egy hétig éhségsztrájkolt itt az előzetes választási regisztráció tervezett bevezetése miatt. A menetet az éhségsztrájkolók vezetője Gyurcsány Ferenc vezette. A tömeg békésen vonult át a nagygyűlés helyszínére. Azért volt olyan is, aki nem értett egyet a demonstrálókkal. Gyurcsány Ferenc beszédében a változás szükségességéről beszélt. Azt mondta, Magyarország sorsát a benne élő emberek irányítják. Ha a köztársaság bajban van, ha a köztársaság vezetői, képviselői, a köztársaság politikusai nem képesek megbirkózni a bajjal, akkor maguk jönnek. Akkor azt kell mondani, hogy ez így nincsen rendben. Nekünk, kicsivel csendesebben pedig azt kell mondjak önmaguknak is, hogy itt valami nincsen rendben. A DK elnöke szerint nem az a legszörnyűbb, hogy pocsékul mennek a gazdasági ügyek, vagy, ahogy fogalmazott, a miniszterelnök egy felelőtlen ártány, hanem az, hogy nem találunk egymásra. Gyurcsány Ferenc úgy véli, a demokratikus ellenzéknek össze kell fognia, az előzetes választási regisztráció bevezetését pedig meg kell akadályozni. Közösen bojkottáljuk a választó jog ismételt átírását. Ne engedjük, hogy akár csak az árnyéka is vetüljön ránk, hogy ebben a nemtelenségben, a disznóságban mi részt vettünk. Tudja meg minden magyar, hogy ha ez így marad, akkor az új választás nem a közös szabályok alapján történik, hanem a Fidesz által egyedül kidolgozott szabályok alapján történik. Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, hogy a DK élő lánccal fog tiltakozni a parlament előtt, amikor az országgyűlés a választási feliratkozásról dönt. A pártelnök szerint az ellenzéknek közösen kell megmozdulnia október 23-án is.